különösen támogassa azokat, akiket a házasság szentségével gazdagított. Szent Istenünk, Te hatalmad erejével a semmiből megteremtetted a világot, majd miután a mindenség alapjait leraktad, isteni képmásodra megalkottad az embert, és a férfinak elválaszthatatlan segítőtársulattal az asszonyt, hogy ne ketten legyenek többé, hanem egy emberként éljenek. És így arra tanítasz minket, hogy már nem szabad szétválasztanunk többé, amit akaratod egynek alkotott. A hitvesi köteléknek, Istenünk, Te szent és fenséges értelmet adtál, és úgy akartad, hogy a házastársi szövetség Krisztusnak és egyházának titokzatos kapcsolatát jelezze. Az asszonyt a férfi mellé Te rendelted, Istenünk, és erre a legősibb emberi közösségre áldást adtál, és ez az áldásod mindvégig megmaradt. Nézd tehát kegyesen ezekre a testvéreinkre, kik házastársi közösségre lépve a Te oltalmazó áldásodat kérik. A Szentlélek kegyelmét küld le rájuk, hogy szeretetet kiáradjon szívükbe, és hűségesen és szeretetben kitartsanak a hitvesi szövetségben. Add meg Veronika testvérünknek a szeretet és a béke ajándékát, hogy álhatatosan követhesse a szentasszonyok példáját, akinek dicséretét a Szentírás hirdeti. Add, hogy férje bátran hagyatkozzék rá, és elismerve őt egyenlő társának, aki vele a kegyelméletben is osztozik, illő tisztelettel legyen iránta, és mindvégig azzal a szeretettel szeresse, amellyel Krisztus szerette egyházát. Most pedig azért könyörgünk, Urunk, hozzád, hogy ezek a testvéreik mindig a hitnek és a Te boldogító parancsainknak útján járjanak, és a hitvestársi hűséget őrizve az erkölcsi tisztaság példaképei legyenek, és az evangéliumból merített elővel mindenki előtt tegyenek tanúságot Krisztusról. A termékenység áldásában részesülve bizonyuljanak erényes szülőknek, és fiaiknak fiait mind a ketten láthassák. Az életünk legyen hosszú és boldog, és a szentek társaságában jussanak a mennybe Krisztus, aki Urunk által. Amen. Most pedig imádkozzunk úgy, ahogy a mi